Ezek az aszfaltozási munkálatok még csak egy-két kilométeres szakaszon zajlanak a Nyírbátori Ipari Parkban, ezzel közvetlen összekötetés valósul meg a 4105-ös számú főút és a gazdasági terület között. Ez a szakasz nem a körgyűrűre szánt kiemelt kormányzati támogatásból épül, de már része a tervezett elkerülőnek. A teljes mentesítő út kialakításának előkészületi munkálatai már zajlanak egy déli és egy északi szakaszt terveznek. A nyomvonal kijelölése 2021. novemberére várható, majd ezt követően kezdődhetnek a végleges tervek. Kormányzati döntés született arról, hogy a város teljesen elkerülő úthálózatának ki kell épülni, ez kiemelt társadalmi jelentőségi beruházásnak nyilvánította a kormány. Ennek megfelelően a NIRZ-ZRT-el is kezdte a tervezését, előkészítését ennek a programnak. Nyilván azért ez egy több éves folyamat, várhatóan legalább egy, de inkább másfél év lesz csak a tervezési szakasz, és ezt követően kezdődhet meg a beruházás. A szakemberek álláspontja szerint egy ilyen komplex, nagyjából 10 kilométeres elkerülő, komplett elkerülő építés az 4-5 év, de nagyon bízunk benne, hogy jó ütemben haladnak már most az előkészületek, és minél hamarabb megvalósulhat ez a beruházás, ami a város számára rendkívül fontos. Nyírbátorban több multinacionális cég működik a város ipari parkjában közel 60 hektáros területen, a főként Dán, Olasz és Német tulajdonú cégek és a kisebb vállalkozások mintegy 5000 embert foglalkoztatnak. Így jelentős a személygépkocsi és a buszforgalom, de a nyersanyag, illetve készáru szállítása miatt a teherforgalom is óriási. Mindez megterheri a város úthálózatát. Emellett a tervezett körgyűrű, a 471-es Debrecen nyírbogát Mátész a valamint az M3-as autópálya és vállai közötti szakasz megnövekedett teherforgalmát is enyhíteni fogja.